Sziasztok! Köszöntöttéket az Értett Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és tulajdonképpen egy kicsit ezt szeretnénk folytatni, vagy ott ragadtál meg olyan gondolatokat, amelyek elindítottak bennünk kérdéseket, és ezt szeretnénk vele tisztázni. Említette egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. És most szeretném ebben a beszélgetésben Márkal együtt a határinkról beszélgetnénk, ennek a fontosságáról, miért, milyen határokkal rendelkezünk, miért fontos ezeket feszegetni, ha ezeket tudnánk tisztázni a beszélgetésben. Úgyhogy indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő egy átlag keresztén rendelkezik. Uh -huh. Hát én még talán egyel előrébb lépnék, hogy, hogy mi, miről beszélünk, amikor határokról beszélünk. Hát nem tudom, hogy olvastátok-e Harry Cloud és John Townsendnek a könyvét, a Határaink című könyvet. Ők ugye az egyik atyai, két keresztény klinikai pszichológus. Ők írnak a gyerekeknek is, meg a Igen, is. Zseniális. Igen, zseniális egyébként olvastam. ez az életművük, ami szerintem egy, egy, egy óriási dolog, amit... Uh, uh, itt hagynak ránk. A, ami ott engem megfogott, hogy, hogy amikor ö, a határokról beszélünk, akkor, akkor arról beszélünk, hogy az ember ö, pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami az ő feladata, és nem a többieké, és mi az, amit ő már nem tud egyedül elhordozni, és szüksége van másokra. Tehát, hogy hol ér véget a képessége. Ö, és ebbe a folyamatban tudni ezt a határt, ami a kettőt elválasztja, az nagyon fontos dolog. Na most, ha feszegetünk határokat, vagy miért jó feszegetni határokat, vagy lehet, hogy most előbb azt kérdezted, hogy milyen határaink vannak. Ezt is akartam kérdezni, úgyhogy nyugodtan. Az történik, hogy, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert a probléma az az velünk sokszor, hogy mi azt mondjuk, hogy itt húzódik pedig igazából itt van. Tehát az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, az én akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. Tehát mondjuk egy XCC-n ezeken a programokon, amiket mi szervezünk férfiaknak, mi, mi beviszünk, elviszünk egy olyan útra egy férfit, ami... Végül is messzebbre viszi, mint azt ő gondolta, akkor ő rájön arra, hogy ő sokkal többet bír, sokkal többet el tud viselni, mint amit ő eddig gondolt volna. De az is egy nagyon durva lecke, amikor elér ennek a határához, és eljut arra a pontra, hogy egyébként én ezen a helyen már segítséget kell, hogy kérjek. És ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk. A, 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 egy... egy, egy neves pszichológus, most nem akarom a nevét kimondani, mondta nekem, én ennek nem jártam utána, ezt ezen a héten hallottam, hogy ő mondta, még egyszer mondom, nem, nem, olvastam utána a szakirodalomba, hogy az érettség, a felnőttségnek van három jele. A pszichológia szerint. Az, hogy egy ember megtesz mindent, ami tőle telhető, az, hogy tud segítséget kérni, és tudja késleltetni a vágyait. Nem tudom, miért ezt a hármat mondta, mondom, de csak úgy megütött, hogy ezt mondja. És az első kettő, ez tényleg a határokról szól. Megteszem mindazt, amit tőlem tehető. Tehát én tudom azt, hogy itt még mindig van feladatom, itt még beletom tudom az energiámat. De az is egy felnődségre, hogy pontosan eddig tart ez, és itt kérek segítséget. Na most ezzel, amikor a képességek hatája, határairól beszélünk, azt hiszem vannak más személyiség határok, amiket meg tudunk határozni. Említette az, Dániel, hogy az az előfordul, hogy valaki túl túl táblázza magát, és túl sok mindent vállal magára, de sokkal inkább erre kell figyeljünk, hogy azon a bizonyos határon, amit én elképzelek magamnak, amit látok az én életemben, azon van túl lehet, hogy többet is, vagy többre is de. képes lennék. Szóval a határ probléma az erről és arról is oldalról probléma. Tehát szinte teljesen mindegy, tehát mindenképp káros. Tehát egy rosszul meghúzott határ, az mindig káros. Tehát káros az én életemre ez, hogyha én túl hamar húzom meg ezt. És egyébként az egyik legmegdöbbenetesebb legmegdöbbentőbb gondolat, amit ezzel kapcsolatban hallottam, az Jordan Peterson kanadai pszichológus szájából hallottam. És engem nagyon elgondolkoztatott. Ő azt mondta, hogy a lánya nagyon komoly betegségekkel küzdött éveken át a tinédzser korában krónikus betegségekkel, amik nagyon korlátozták az életét. És azt mondta, hogy az szülőként az egyik legnehezebb dolga az volt, hogy hogyan nevelsz egy beteg gyereket. Mert szülőként neked arra kell kényszerítened a gyerekedet, hogy pontosan felismerje azt, hogy hol vannak a képességei határai. Mert ugye egy gyerek hajlamos arra, hogy azt mondja, ah, képtelen, nem bírom megenni nem lehet megenni, fáj a hason, vagy nem bírom tovább, én hullafáradt vagyok. És hát a szülő folyamatosan feszegeti, hogy nem, te csak impulzív vagy. Tehát eddig volt kedved, most nincs kedved, most abba akarod, hogy játszani van kedved, nem elpakolni. Ha játszhatnál, akkor föl tudnám maradni még két órát, ha azt mondom, takarítanék, akkor hirtelen hullafáradt vagy, és meg se tudsz mozdulni. Tehát ez nem igaz. Tehát te, te igazából ö, megcsalod magadat, és azért kényszerítjük a gyereket, hogy, hogy, ö, hogy ö, szélesedjen a határa, hogy, hogy, hogy józan legyen, mert később nem lesz ott ember, aki erre kényszeríti, és ő jár rosszul azzal, hogyha hamarabb abba hagyja, mint ahogy egyébként képes lenne ezt folytatni, vagy csinálni egy utat. És, és hogy azt mondta Jordan Peterson, hogy az a nehéz egy beteg gyerekkel, hogy, hogy neki kétszeres a kísértés arra, hogy azt mondja, hogy itt van a kompetenciám határa, itt a képességem határa, és nekem szülőként segíteni kell abba, hogy te tényleg ott húzd meg, ahol valójában az ott van. És engem ez annyira megütött, hogy akkor értettem meg, hogy úristen, mennyire elképesztően fontos a, a, a helyes határismeretnek a kérdés, és mennyire sokat tud segíteni egy szülő a gyereknek, de alapvetően mennyire foglalkoznunk kell az életünkbe, mert az egy probléma, hogyha én Nekem bajaim vannak, fájdalmaim vannak, és én igazolom a fájdalmaim alapján azt, hogy itt húzom meg a határt, de én igazából csak használom a fájdalmaimat. És ez azért tragikus, mert én tényleg lehet, hogy fájdalmat élek át. Tehát egy áldozat, áldozat, ami tragikus. De mi van akkor, hogyha az áldozat áldozatkártyát ott is fölemeli, ahol nem szabadna fölemelni? És ez egy nagyon bonyolult dolog, de az meg viszont már nagyon káros, hogyha én az áldozatságomat ott használom ki, ott játszom ki, ahol már nem szabad kijátszani, mert még mindig felelős vagyok. És felelős vagyok azért, hogy valamit meg tudok-e tenni, vagy nem tudok megtenni. Szóval ez egy, ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Köszönöm. Ez szerintem azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg a nagy határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, ami, ami, amit élvezek, ami, 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 jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan, hogyan érlődhetek, vagy vállalhatok felelősséget. Igen. És a, a, a kényelem nem is a, a, a kényelem ez miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit. Igen. Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőtsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg, nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök-e egyáltalán célokat, tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint ami ennek szeretném, hogy legyen. És... És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom. Ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes feldolgozni dolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott. Meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, ami ennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőség teljes emberi élet. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én, ö, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik. Aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én nem vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álommak világába vagyok. Szóval nem is csak, a, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, mint. mint, mint a, moralizálók, akik csak Mi a van, kényelmet igen. hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe, ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy, hogy én hol mondom azt, hogy hogy, hogy valójában elég. Talán való olvastam ezt, hogy a kurasztóvaló való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc. Igen, tehát igen. Ez, ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk kell. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetek, tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljossunk, hogy ne bínítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismerti mások életében. A személyiség határoknak viszont az a része, hogy én nekem jogomba áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként, egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz. És ö, 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 amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak, körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát, tehát kibe az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások itt, általában az a kihívás, hogy... hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni. Nem, ez egy elég fontos. Igen, tehát egy kényszeres, függés az emberek elfogadásától. És ez egy, ez egy nagyon komoly probléma. Én ne, nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Az az ember, a, 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 azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azonnak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És és tudjuk ezt ezt magunkról. Egyébként tényleg való a kettő összefügg, mert az az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy, hogy, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon, nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi, mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát, tehát rengeteg, ö, nem rengeteg, tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a, a, a től fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt? Tehát, hogy, hogy, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretet, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt az én akaratomat, de, de nem, az, nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok, Ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval, szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és föl velem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez Iga, vagyok én. Konfrontálódsz. Na most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek, az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok Így van, igent. Ez önzőség. Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért. A a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt a kutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened. Ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn. Így van. Beszél most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kiküzd, kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadályok, hogyan lehet ezeket leküzdeni. Hát a, 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 a képességhatároknak a, a szűkre szabásánál, meg ö, én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit, amit én ajánlanék, hogy az ember nézen körbe, és és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És ö, tudatosan vállalja be. és ö, ö, És tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják? Hát gyakran a félelmeink, a, 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 a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a a, 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 küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelme, hanem küzde, küzdelem, küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy, hogy, hogy valójában a határa, és azok, azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amit eddig, amik, amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a, az, a, az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg, és megint ez néha egy a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten ö, köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok, ami egyébként valahol bölcs, de egy ponton ez, ez, ez egy olyan dinamikát is tud ö, ö, behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukás, és én akkor rettegek a csalódástól, tehát én, én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok. És még van itt egy csapda. Ha én ezeket elkerülöm, elkerülöm a jellemem formáját. Igen, a jellemet formáját. És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezne a radaraimon keresztül, na most. Igen, meg, meg elfelejtjük azt, hogy Isten, mint apa nevel engem. Igen. Tehát, hogy, hogy én ö, egy, egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember ö, próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is földolgozni. És, és az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba. Rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a mert véres lett a is. Hallottam Egződött. egy, egy, egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi beavatásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Hmm. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy ne, ne, vagy az, hogy, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült a teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtti vállásnak a, az első lépése, vagy a, a, a nagy tesztje, ez volt a beavatás uh, legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy hogy rá kell ébrednünk arról, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert mert, uh, mert a bukásainkból is tudunk növekedni. Egyébként ez még a gyülekezeti életben is amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mi lesz a kudarcba, fullad? Mi lesz, ha nem fog működni? Tehát, hogy. Tehát. Hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja. Nem tehát, tudom, hogy, hogy nektek volt, igen. nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekben, Tehát én 18 éves, 10, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok, nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Isten, azt elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam más, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg, tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy, hogy ö, beakadtam, beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem három évig ami iszonyatos kárt okozott a környezetemben, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi, mi, mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amit én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a, a, a lobogtatott vádiratot Isten felé megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonsága felé, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy, hogy ő, hogy ő nem ennyire steril, hogy nincsen, olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy vannak, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsen, nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondom, ezt nem értem. Hogy, hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Tehát <laughs> <laughs> az, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ha, ha a, ő rosszul dönt, az, 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 nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél. Igen. Meg még azt hiszem, hogy sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal, veszélyes, sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért itt félelemmel állnak neki az életnek, hogy ú, most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választak, stb. stb. És ezzel én ott a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkretesszük Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát. Igen, és sőt, a legturvább dolog, amire én rájöttem a saját életemre, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt, hmm. a fájdalommentes élet érdekelt, okay, engem nincs. a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg, én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy, hogy, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni. Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonossága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy hogy, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy, hogy, hogy boldog legyél. <laughs> Egyáltalán ez az iszonyatos félelmed. Hmm. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, ahogy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha a leblokkolva, amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink, és azok a báványok veszélybe kerülnek, és előnt minket az egzisztenciális félelem. Mert, mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora, tulajdon, mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ezzel a dolognak, ezzel ennek a dolognak? Én most olvasom a zsidókhoz levelet, és két gondolatot szúrunk itt az egyik, ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ad a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitűnek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg akik Isten szereti minden avukat munkáját. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy fe, fe, vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhozni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarszól. És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához ö, visszatérve, én itt ö, megint csak azt látom egyrészt, hogy, hogy mennyire báványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket, ez is egy bizalomról szól, merem -e azzal megkockáztatni egy életet, hogy, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lássam, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések, annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy, hogy, és ezt is a munkámon keresztül, hogy a, hogy a határok feszegetése, hogy én mennyire vagyok ellenálló ellenállóképes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát, ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el, menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy <laughs> kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberbe, akkor így néznek a, mind a románok, mind a magyarok, hát hülye vagy te oda, nem megyünk ilyenkor, mert mert, mert, mert nagyon rossz. <laughs> és persze ez értető veszélyes is, de hogy, 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 hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. A, ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit ö, tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most, ö, most nem akarom kifejteni, ennek a pszichológiáját lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett, én erre százszerzelékos tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt, ezt láttam emberek százainak az életébe, tehát ez is az egyik tanácsom lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé talán az utolsó tanácsom, hogy, 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 hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de, de hogy, hogy ez is egy kis, az embert, embert így, így, így ráébreszti arra, hogy, hogy én, egy, én, egy, én, egy, én egy kemény életre vagyok teremtve, én nagyon sokat bírok, küzdelemre vagyok teremtve, és főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni, jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot, betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek Mi oda, én meg ha megbetegszem, akkor, szívosa, megbetegszem akkor egy hétig, egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy, hogy ez megint csak segít abban, hogy, hogy, a, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak. Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljött el ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében? Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert üvegedét adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon... Ö, ö, sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életért élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam, szemébe embernek is nehéz volt. Tehát, mert ez az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal azt kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít, de még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat el baltázni, hogy, hogy túl ö, hamar húzzuk meg, hanem az, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen üzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból a, a, a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és, és, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy, egy munkaalkolista ember óriási határ problémákkal küzdik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal a felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben hogy vagyok. Sose nyugcom meg, mindig ütöm vágom magamat, hogy menjenek a dolgok, csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy, egy, egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma, ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen kapcsolatom eróziója a családommal, a barátsággal. Kö, de közben én paromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek. Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink. És akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz ezeket valóban Isten ráza fel, meg ő orvosolja, és ne ingassuk el magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon titeket is, és bennünket is. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi badásaink legyenek, ezt megtetitek a következő két módon. Az első a Buy Me A Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat. Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra. Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy az meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!